Tavaly fejezték be a Bátai Szentvérkegy templom felújítását. Ez az épület és a falu lett volna az egyetlen helyszíne a Magyarország által idén megrendezni tervezett 52. eukarisztikus kongresszusnak. A koronavírus járvány miatt viszont most a kongresszust egy évvel elhalasztják, pedig a szervezők 75 országból vártak volna érkezőket. Ami érint bennünket ugye ebbe az egészbe, hogy Báta település önkormányzata a segítője ennek a rendezvénynek, úgy a fogadás szempontjából, mint az ide érkező járművek elhelyezéséről, és hát ugye kezdtünk el kialakítani olyan helyeket, parkolókat, amivel ezeket biztosítjuk. Huszárné Lukács Rozália, Báta polgármestere szerint több nagyszabású rendezvényük maradhat el idén a járvány miatt. Ilyen a Keszeg Fesztivál vagy a Sárközi Lakodalom is, amit idén Báta szervezne. Pedig ezek a település legfontosabb turistákat vonzó rendezvényei, és az önkormányzat pályázati pénzt is nyert rájuk. Emiatt most az idei költségvetést is módosítani kell. Lett volna 10 lakodalom az idén, ezen kívül ugye már csak ezt a 3 nagy rendezvényt, az összes többit leépítettük, tehát az őszi szüreti, sárközi szüreti fesztivált, a falunapot, tehát elmarad a Keszeg Fesztiválunk, elmarad a sárközi lakodalom, hát az idén már előszerveztünk, tehát árajánlatokkal pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, tehát sajnos ezeket mind át kell tolni a következő évre. Így pedig jelentős összegtől esik el a település, a vírus elleni védekezése pedig eddig már közel 2 millió forintot költött a helyi önkormányzat.